Én azt gondolom, hogy teljesen pozitív volt, egy reális képet hallottunk a mai helyzetről. Abszolút. Biztató? Hát nem a beszédbe kell bízni, hanem mindenkinek önmagába kell bízni, úgyhogy nekem ezzel soha nem volt bajom, én bizakodó vagyok. Megnyugtató beszéd volt, küzd tovább az ország, úgyhogy megyünk tovább ezen az úton. Hát nekem mindig tetszik, amit mond, és most különösen azért tetszett, mert valóban arról beszélt, ami van. Tehát örülök annak, hogy sok mindent elmondott, amit már régen el kellett volna mondani. Egyetért az ő értékelésével? Én egyetértek. Olyan volt az év, ahogy Orbán Viktor elmondta? Rosszabb volt, keményebb volt. Itt egy kicsit finomabban volt fogalmazva. Sok minden, és talán olyan dolgokat is kimondott, amit az ember csak úgy a társaival beszélt meg, és úgy nyilvánosan, hangosan nem volt egyértelműen elmesélve. Jó hangulatú és gondolatiságában tartalmas, előre mutató beszédet hallottunk. A belső hangulat, nem tudom, hogy volt-e benn, az önmagáért beszélt, tehát erőt és hitet adott az embereknek, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, és úgy tapasztaltam, hogy a társai is. És olyan volt az évön szerint, hogy a miniszterelnök most lefestette? Hát a nehézségekről is beszél, de amikor a felemelkedetten a lényegét nézi, akkor reális képet festett, a reális nehézségekkel szembesítette a hallgatókat.